Statisztikai Hivatal legfrissebb adatai szerint tavalyi év novemberében tovább nőtt az ipari termelés Magyarországon, közel 6%-kal nőtt az ipari termelés az előző év hasonló időszakához viszonyítva. Hónapról hónapra is megfigyelhető a növekedés, október hónaphoz képest több mint 3%-os a növekedés, amit a magyar ipar tudott produkálni a legfrissebb adatok szerint. Ez illeszkedik ahhoz a trendhez, hogy immáron 15 hónapja töretlenül növekszik Magyarországon az ipari termelés volumene, és ez a növekedés szerencsére egy kiegyensúlyozott növekedést jelent, tehát regionálisan egyenletesen oszlik el, másrészt pedig gyakorlatilag az ipar összes ágazatában megfigyelhető a növekedés. Ezek közül is kiemelném a két legjobban teljesítőt, egyrészt a járműipart, másrészt az építőipart, amelyik a növekedés motorjának tekinthető. A jövőre nézve is nagyon pozitívak a kilátások, figyelembe véve azt, hogy az export is töretlenül növekszik, valamint az iparban a szerződés állomány is két számjegyű, több mint 20%-os növekedést tudott felmutatni az elmúlt hónapokban. Ezáltal a kedvező makrogazdasági trendekhez illeszkedően az ipari növekedés is a növekedés motorja tud lenni Magyarországon.